Az anyanyelvről és az anyanyelv használatról szerveztek interaktív beszélgetést Marosvásárhelyen. Az Anyanyelv Nemzetközi Napja alkalmából szervezett rendezvényen költő, pedagógus és diák nézőpontjából közelítették meg ezt a témát. Nemzeti identitás legfontosabb része az anyanyelv. Kisebbségi sorban pedig ez még hangsúlyosabban igaz. Erről beszélgettek Demény Péter meghívottai a Marosvásárhelyi Bernádi házban. A témát a költő, a pedagógus és a diák nézőpontjából közelítették meg. Markó Béla szerint a nyelv egy olyan eszköz, amelyet állandóan fejleszteni kell. Ugyanakkor politikusként hangsúlyozta, mindannyiunknak élnünk kell a kiharcolt nyelvi jogainkkal. Hogyha a nyelvünket nem műveljük, ha nem próbálunk élni a nyelvhasználat jogával, akkor a küzdelem hiába való. Tehát itt célokról és eszközökről van szó. A politika, a politikai küzdelem csak eszköze annak, hogy művelhessük a magunk nyelvét. A nyelvművelés már az oktatással kezdődik. Fekete Erzsébet magyar tanár azt mondja, a magyar nyelv és irodalom óra többről szól, mint a tárgyi ismeretek átadása. Az anyanyelv oktatás egy kicsit visszásan hangzik, mivel a gyerekek már megtanulják az anyanyelvüket. Inkább a magyar nyelv vagy a magyar irodalom és kultúra oktatását vállaljuk vagy gyakoroljuk, és nagyon szép és érdekes munka ez. Érdekességekkel találkozunk a nyelvhasználatot illetően. Nem csak a tájszólások, hanem az angol és a román nyelv hatása is különlegessé teszi a mai diákok nyelvhasználatát. Nálunk már az angol nyelv, hogy használjuk, és már beékelődik a magyar nyelvbe, már nekünk annyira természetes, és akkor igen, vannak ezek a kis hiányok a generáció között, amikor mi elmondunk egy mondatot, és akkor a szüleink, nagyszüleink nem értik, hogy mégis miről beszélünk. Igen, talán az a furcsa, hogy nekünk ez nagyon természetes. A beszélgetés résztvevői arra a következtetésre jutottak, hogy nem minden nyelvet érintő változástól kell elzárkózni, ugyanis az természetes velejárója a fejlődésének.